Az előző podcast epizódban Juhász Gergely ókatolikus püspök volt a vendégem, beszélgettünk egymással az ókatolikus vallásról, valamint az ő liberális hitfelfogásáról. A videó hatására a Magyar Ókatolikus Egyház közleményt adott ki, amelyben elhatárolódtak mind Gergelytől, mind pedig az általa képviselt vallási közösségtől, a Krisztus keresztje keresztény egyháztól. Emellett előkerültek olyan cikkek, amelyben a szervezet másik püspökét ápapként állítják be. A helyzetről beszélnünk kell, ezért meghívtam az érintettet, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba. Vendégem dr. Dulai Roland, püspök. Engem Lakatos Leventének hívnak, a Levente klubja, azonnal kezdünk. Az előző videó felkorbácsolta az indulatokat, ugye a publikálás után két nappal a Magyar Rókotelikus Egyház kiadott egy közleményt, amelyben elzárkoznak, vagy hát elhatárolódnak mind Gergelytől, mind pedig személy szerint tőled, illetve az általatok vezetett Krisztus keresztje keresztény egyháztól illetve attól is, hogy ti az ókatolikus hitet gyakoroljátok és hirdetitek a híveitek számára. Ez sok kommentelőben kérdéseket vetett föl, és szeretném, hogyha videó elején tisztáznánk azt, hogy mi is történik itt pontosan az ókatolikus közösségen belül. Nem titok, hogy mi beszéltünk egymással aznap, és nekem felvázoltad, de szeretném, hogy ezt most elmondanád akkor a nézőknek, hallgatóknak is. Alapvetően azt kell tudni, hogy ugye, mint ahogy minden egyházi verkeken belül, az okatilikus egyházon belül is több, többféle irányzat van. Tehát konkrétan ö, van egyrészt a, az a fajta irányzat, amely ugye első vatikán és a ut, ö, kialakulását követően jött létre. És természetesen, mint ahogy minden egyháznál, itt is történnek szakadások. Mi alapvetően ö, Aliszter Alister B. úr Svájcban székelő ókatolikus érseknek a joghatósága alatt vagyunk. Tehát ez a megtévesztés alapja. Alapvetően az egyház pontos meg megnevezése, az Krisztus Keresztény Keresztény Egyház, tehát Krisztus Kereszti Keresztény Keresztény Vallási Egyesület. Tehát alapvetően ezt kell előtt tartani, hogy az az Ókatolikus Egyház, amely ö, ugye a Magyarországi Ókatolikus Egyház néven ö, van regisztrálva és bejegyezve, az nem azonos azzal az Ókatolikus értékek képviselő egyházzal, amely a svájci vonalat képviseli. Milyenek a svájci ö, vonalnak és a svájci joghajtóságnak 2017-től vagyunk tagja. Mi a különbség egyébként a kettő? irányzat között, anélkül, hogy mikor a másikat minősítenénk, mi, miben különbözik a tiétek a másik felé. On, onnantól kezdve, hogy meghatározol egy, egy, meghúzol egy vonalat, mindig van különbség. Van a vonal, az egyfajta határ, amit vagy átlépünk, vagy nem lépünk át én nem mondanám, én nem ismerem az ő katolikus, katolikus eszenciájukat, meg dogmájukat. Én azt mondom, hogy miénk milyen. milyen. Tehát, mi, mi, alapvetően a befogadó, a szabad és a liberálisan gondolkodó egyház vagyunk, és a, nem a szó politika értelmében, hanem a, a gondolatszabadság szabadság és a vallás szabadság értelmében. Én azt gondolom, hogy mi ezt a vonalat képviseljük. Nekünk a Aliszter érsekúrral volt kapcsolatunk, bennünket azok a a püspökök szenteltek föl, akiket ő szentelt föl. Tehát a jogfolytonosság tekintetében, illetve a egyházi jogfolytonosság csak én csak azért tudom mondani, hogy azért tartunk a iszterbét elsők joghatóság alá, mert ö, oda volt kapcsolatunk is, hisz vagyunk. Tehát egyházilag és dogmatikai értelemben ö, azt gondolom a különbség az, hogy ők talán picit konvencionálisabbak, mi pedig abszolút az a szabad és liberális vonal képviseljük, amelyet, amelyet látható a Gergely atyának hozzászólásában, illetve az ő előadásában is. Azt ugye a ti weboldalatokon láttam, hogy nem vagytok bejegyzett egyház még, ugye? Nem, nem, hanem mi? alapvetően az, ugye 2007-ben uh, alakítottam, vagy alakítottuk a Krisztus Kereszt, uh, Boldog Terézanyán Keresztény Egyházat, amely Boldog Terézanyán Egyház uh, néven lett bejegyezve a felső törvényszéken, majd később ugye a Magyarországi Jogrend átalakult, és uh, 2011-től a vallási törvény meghatározta azt, hogy mely egyházak lehetnek egyházi minőségben, amely egyházakat viszont uh, nem a minisztérium fogad mint, egyház, azoknak át kellett térniük egy új jogi formulában, tehát vallási egyesületek vagy vallási közösségeknek kellett lenniük. Tehát egyház volt, tehát csak te megfosztottak. Megfosztottak ettől a jogtól pontosan. Megfosztottak. Ugye az egyházi törvény kimondta azt, hogy csak az lehet egyház, amely, akit a, minisztérium vagy az adott miniszter egyháznak gondol és egyháznak nevez. Ebből nagy felháborodás is történt annak idején, ugye Strasbourg-i perek tömkelegét nyerték különböző egyházak, Mi nem mentünk el ebbe az Mi váltunk a és azt gondoltuk, hogy ha a jogrend így rendelkezik, akkor átalakítjuk abban a formulában az egyházat, amilyen formulában a jog megengedi ezt. Mikén egyébként most ahhoz, hogy egyház legyetek, csak a minisztériumi jóváhagyás, vagy pedig van Alapvetően ennek? kell egyfajta történelmiség, tehát kell egy meghatározott idő, amiben ö, működni kell vallási közösségként, vagy vallási egyesületként, és taglétszámnak kell lennie meghatározott taglétszám. Magyarországon jelen pillanatban százezer taglétszámnak kell lennie ahhoz, hogy valaki ö, egyházként funkcionáljon. Bár erre vannak az ellenpéldák, mert mondjuk ha megnézzük Iványi az egyházát, az pontosan az egyház, ami nem tud egyházként funkcionálni. Alapvetően a minisztérium jó elhagyása szükséged ehhez, és nem pedig más. Hm, értem. Az akarat és szándék kérdése, bár mondjuk jogászként azt, is kell, hogy mondjam, hogy jogkérdése is, hiszen a taxatíva fel van sorolva az, hogy milyen kellékeknek és milyen formáknak kell megfelelni. Okay. Itt a jogászként ez az álláspont. <laughs> Oké. Okay. Um... Veled kapcsolatban elég sok nyilvános cikket találtunk, a, vagy találtam az interneten, illetve a kommentárt is megtalálták. Talán. Igen, azért azért is mondom, mert szembesültek is vele, ugye ezeket nem kerestem uh -huh. meg annak idején a, a Gergelytől, annak ide, egy hete nem kerestem meg. Megmondom őszintén, én a Gergelyre fókuszáltam, és nem rád abban a beszélgetésben az ő történetére, ezért is nem akartam kitérni arra, hogy, hogy téged egy csomó helyen álpapként emlegettek. És ugye itt az egésznek az alapját az adta, hogy a Katolikus Egyház kiadott annak idején egy közleményt arról, hogy te nem vagy felszentelt pap, és úgy tevékenykedsz papként, hogy ez, hogy ez tulajdonképpen nem, nem egy tisztségből fakadó lehetőséget. Nekem az a furább az egész történetben, hogy akik ezt megosztják, akik erre hivatkoznak, és akik emiatt téged vádolnak, azok valamiért nem, nem veszik azt figyelembe, hogy nem csak a katolikus egyház létezik a világon, hanem egyébként több másfajta egyház is létezik, akik ugyanúgy szentelhetnek fel papokat, mint ahogy a katolikus egyház teheti. Ugye te elmondtad az előbb, hogy téged, téged a, a svájci érdekeltségű egyház ö, szentelt fel. Egyet egy papnak e, e, erre van szüksége? Tehát, hogy elvégzett teológiát, gondolom, és utána van egy ilyen felszentelési eljárás? Vagy mi kell az, hogy az ember papként funkcionálhasson? Alapvetően különbséget kell tenni attól a vonaltól, hogy valaki lelkész, és valaki pap. Hogy a lelkészi minőség az a protestáns egyházak vonalában érzékelhető, ott a lelkészeket beiktatják, még a Kvázi a katolikus vonalban, tehát itt lehet a görög katolikus, ókatolikus, egyiptomi katolikus, kát katolikus, római katolikus, bármilyen jel... 16 katolikus irányzat van, amely alapvetően a jogfolytosság tekintetében az eredezthetőséget, tehát a, azt az eredezhetőséget, hogy őt felszentelte valamilyen püspök pappá, az egészen ö, Krisztusig, tehát az apostolokig vissza lehet Tehát a, azt különböztetni meg egymást a, a és a paptól, hogy a lelkész az beiktatják, még a papot egy érvényesen és sokatásan felszentelt püspök, pappá szenteli. És az a püspök, annak a jogfolytonossága, a jurisdikciója, ezt így hívják jogi értelemben, visszaeredeztethető egészen az apostolokig, illetve Krisztus, hiszen Krisztus azt mondja, hogy tegyetek tanítványa a minden népet, menjenek és hirdessétek az evangéliumot. Tehát amikor az egyházat megalapította Krisztus, akkor azzal a joghatósággal megadta az apostoloknak azt a jogot, hogy ők kvázi apostol utódokat, papokat és püspököket ö, szenteljenek a szentelésnek a mozzanata alapvetően a jó gyakorlat az, hogy mindenféleképpen kell hozzá egyfajta teológiai végzettség, tehát valamilyen teológiát el kell végezni. Értelemszerűen a katolikus vonalon értemes a katolikus teológiát elvégezni, de nem és nem kritérium. És ami nagyon fontos még az érvényes pappá szenteléshez, hogy egy érvényesen felszentelt püspök szenteljen téged fel pappá. A szentelés mozzanata pedig abból áll, úgynevezett kézlátétele, amit a apostolai is olvasható a Szentírásban, kézlátétele pappá szentelnek téged, tehát a kézlátétele a püspök a kezét ö, fölét helyezi, és elmondja a szentelési imádságot, és onnantól válsz pappá, hiszen a szentlek úristen kegyelm által a papság szentségét ordinálisan meg fogod kapni. Ettől válsz pappá alapvetően. Érted nekem még alapvetően fontos szempont, hogy attól is pappá válsz, hogy egy közösség elfogadjon papjává. Tehát nem csak attól vár. Jogi értelem a Hattovász pappá, hiszen jogász vagyok, és ez nem elvitatható a gondolkodás módomtól, de jogász értelem a pappá, hogy felszentelnek, hogy ö, teológiát elvégzed, a szentelés mozgalatában a püspök a fejedet teszi a kezét, a Szent Lek úristen kiadását kéri, és elmondja a szentelés imádságot, de alapvetően az is egy fontos szempont, hogy hiá én pap, ha nincsen közösségem. Hm. A, pa a, papságnak egy fontos formája, hogy legyen olyan közösség, egy befogadó közösség, amely Papnak fogad el téged, és elfogad téged pásztadávának, hiszen felszendelhet téged bárki pappá, és lehetsz pap, de hogyha nem tudsz ö, papként funkcionálni az életedben, és nem csak a funkció lényeg, hanem az életviteleddel nem tudsz papként élni, akkor alapvetően pap vagy, de mégsem vagy pap. Tehát akkor ez a felszentély nálad megvan. Abszolút és ezt megvan. nem kell honosítani, vagy ilyesmi, ugye? Nem kell, mert ez egy. ez egy egy teológiai vonal, vetület, tehát nem, 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 a, nem, és a egyetemleges egyetemleges életem, tán, tehát nem... ez egyetemleges, tehát, nem, nem, kell. Helyez helyez az én nem vagyok álpap, tehát ez, ez fontos információ, hogy ezeket hogy, jött, ez, ez, ezeket hogy a római Katolikus... hogy jött meg? Az, az egész ilyen cík, legalábbis én úgy láttam, hát, hogy a, a jelent, Vasvár Vivienes... Uh, nem. nem? 2010-ben, mikor a, a Bors újságban megjelentem, hogy uh, álpap uh, k -k 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 kötötte össze, nem tudom, kinek az életét, és álpap volt az, aki a esküvői szertatást megejtette. Ugye a Római egy ház, az, de nem szeretnék a római katolikus egyház, mert utána az fog lejönni, hogy csak a római katolikus egyházat mondjuk, de a romai katolikus egyházban alapvetően azt gondolom, hogy, hogy pontosan azért gondol vagy tart ápapnak, mert nem közéjük tartozom. És én ki is nyilvánítom, hogy nem tartozom a romai katolikus egyházhoz, sajtóközlemények tömkelege jött le erről, MT nyilvánosságok tömkelege jött le erről, én felszentelt, joghatárosan felszentelt pap vagyok, a Boldog Terrizányon Keresztény Egyház alapító lelkészte vagyok, hiszen ezt megalapítottuk, ezt az egyházat, majd ebből lett Krisztus Kereszti Keresztény Egyház, és egy érdekes történet, hogy miért. El akarod mesélni, hogy miért lett így? Hát figyel, ha szándékot szeretnél. hogy érdekes, akkor érdekel. Hát azért érdekes, mert az, az érdekes, hogy hát a romai Katolikus Egyház euh, beperelt uh, a Boldog Tetézen Egyházat a Fővárosi Törvényszéken, a tekintetben, hogy az ő álláspontjuk az volt, hogy Boldog Tetéz uh, csak az ő szentjük lehet, és semmilyen más egyház vagy felekezet nem használhatja a Boldog Tetéz Tényleg erről volt szó egyiket a Gergelyes videóban is, van. és emlékszem, hogy mondta, hogy majd elmeséli, hogy miért aztán nem mesélte el, Boldog Teréza, aki Teréza anya a védőszentetek. Ez élettő, mert ugye az egyház boldog Teréza a keresztény egyháznak indult, pontosan azért, mert a mi álláspontunk az volt, és a mi álláspontunk máig is az, hogy bármilyen gazdának tartanak engem az emberek, mert ugye volt olyan komment, én nem, nem, tudom, milyen. Hát gazdek, azt írják, hogy te mert, kérkedsz mert, a pénzeddel. Kérkedek a pénzemmel. Ö, alapvetően a, 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 mi arra rendezkedtünk, és a mi álláspontunk az, hogy ö, valóban az elesetteket, a szegényeket, és azokat az embereket gyámolítani kell, és fel kell karolni, akiknek szükséges. Tehát az egyház ne a páva és a pompa egyháza legyen, hanem az elesettek és a szegény emberek egyháza legyen. Legyen olyan körösség, ahová bárki bemehet. Nem véletlenül van az, hogy a, a mi egyházunknak a Kápolnál, Budapesten a Vörösmarty utca 60-ban, amely egy szuterén helység, nem egy nagy Bazilika, nem egy nagy hatalmas nagy templom, hanem egy szuterén helység, amelyet templommá és kápolnává lett kialakítva, amelyben temeklés és emlékhely, és oda járnak dögivel az emberek. Tehát tele van a, tele van a, 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 a Kápolna hívővel, különböző programok vannak, rendezvények vannak, események vannak, temetések vannak, búcsúzások vannak, esküvők vannak, keresztelők vannak, ami ugyanígy volt a Bródi Sándor utcai kápolnánkban is. Tehát mi nem véletlenül hirdessük ezt, tehát Boldog Teréz anya vetülete innen indult el alapvetően, csak a ö, Magyar Katolikus Egyház perbe hívta a, a Boldog Teréz anya Keresztény egyházat, és azt mondta, hogy mivel a Boldog anya az ő mondjuk az ő szentjük, ezért mi ezt nem használhatjuk. De ki lehet sajátítani szenteket? Vagy nem lehet. Mi, 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 mi volt az eredmény ennek a pernek egyébként? Egy egyesség lett az eredménye, az egyesség pedig azt tartalmazta, és ettől lettem jogász is különben, mert amikor a, Kelek? persze, amikor a, egyház beperelte, a, római katolikus egyház beperelt a Boldog ezt egy egyházat, akkor azt mondtam, hogy az ügyvédnek egy buznyák forintot nem fizetek ezért a bóckodás, amit ott csinál, mert akkor még úgy gondoltam, hogy az bóckodás. Aztán aztán rájöttem később, hogy ez komoly jogi munka és komoly, komoly érve annak, hogy itt ö, legyen egyfajta pernyertesség egyességet kötöttünk a katolikus egyházzal, az egyesség vége az lett, hogy mi az egyház nevét megváltoztatjuk, és gyakorlatilag kvázi békén hagyjuk egymást. Tehát mi megtettük, amit a bort megkíván, mi nem kívánunk sem berben, sem haragban állni senkivel, mi ezt megtettük, azóta Krisztus keresztény keresztény egyházként működünk, ugyanazok a feltételekkel, ugyan azért gondoltuk, hogy Krisztus keresztény keresztény egyház lesz, mert bizonyára a Krisztus, meg a keresztet már nem tudják is sajátítani, Tehát innentől kezdve ez egy fontos szempont Pont, hogy ne találjunk, ne találjunk, olyan nevet, vagy ne találjon a egyház olyan nevet, amelyben újabb peteket tudunk megindítani, és fölöslegesen üldöljünk a főállási törvényszéken. Volt egyébként oka a annak, hogy nő legyen a védőszent, vagy pedig ez egy teljesen véletlen volt? Nem volt véletlen. Azért fontos az, hogy azért legyen nő, mert kevés női védőszentű egyházi közösség van, illetve Alapvetően, mint hogy elmondtam neked, mi Teréz anyának a gondolatrendszerét, az eszmefuttatását, az eszmét, az ideológiáját, azt a, az a, eszmét mi valljuk magunkénak. Tehát mi mai napig is ö, szegényeket gyámolítunk, elesettekkel foglalkozunk, ingyenes sok segélyszolgálatot nyújtok számtalan embernek ö, minden hónapban több alkalommal, tehát nekünk ez az alapvető álláspontunk, és még nem azért akartuk a boldogtani az anyát ö, egy házként funkcionálni, hogy mi azt gondoltuk, hogy ebből majd pár lesz, hanem mi tényleg az ő szellemiséget kívántuk végigvinni, és ö, az, hogy egy nő, az pedig azért fontos, mert azért azt gondolom, hogy a, mindenki egyenlő, és mindenki egyenlőként születik, és egyenlőként él az életét, és kevés női szent, és ne kevés női szentel egy van Magyarországon. Az egyébként átok elképzelhető, hogy női papotok legyen? Alapvetően ö, ugye a az az ókatolikus egyház, amely ugye leírta a közleményt, hogy nem vállal közösséget velünk, ugye a, a, a zsinaton 1980-as évek végén ugye lehetett nőket pappá szentelni, ö, sőt szenteltek is nőket pappá, nálunk sem kizárt, és nálunk sem akadály ez, csak nincs nő jelentkező. Tehát alapvetően Magyarországon, meg az közép Európában a papi szerep, meg a papi funkció az abszolút arhaikus. Az férfi szerep és férfi funkció nem kizárt az, hogy nők legyenek papok, csak még az egyház elmúlt 15 évében nem volt női jelentkező, ezért nem szenteltünk női papokat. Ha valaki érzi erre a késztetést, akkor... Szeretettel vágyunk, nyugodtan. Okay. A pénzért az előbb utaltál, ugye megvádolnak benneteket azzal, hogy pénzt kértek a temetéseket és a különböző liturgikus eseményekért. Miért van erre szükség? Hát figyelj, alapvetően minden közösség és minden szervezet fel kell, hogy magát tartsa. Mivel mi az állam csöcsén nem lógunk, és az államtól egy buznyákot nem kapunk, nem is szeretnénk kapni, és nem is kívánunk kapni, azért fontos, hogy megmaradjon a saját függetlenségünk, és pontosan attól válunk függetlenné, hogy önfenntartó vagyunk. Tehát, hogy ö, ahhoz, hogy önmagunkat el tudjuk látni, hogy a templomot ki tudjuk festeni, hogy a kápolnának az esélyét ki tudjuk fizetni, hogy a kollégáknak a, a, a költségeit be tudjuk fizetni, a, az ingatlannak a ügyeit tudjuk intézni, tudjunk venni miseruhát, tudjunk venni bort, tudjunk venni terítőt, ö, tankolni tudjuk az autómba, hogy elmegyünk tevetni, ahhoz pénz kell. Tehát aki azt mondja, hogy ez nem kell pénz, mert majd a Szentlélekút út is adja, az hazudik. Tehát ehhez pénz kell. Mivel mi nem kapunk semmilyen állami támogatást, még egyszer nem is kérünk, nem is kívánjuk, és nem is szeretnénk, ezért valami fel kell magunkat tartani. Amiből feltartjuk, azok azok a szolgáltatásoknak a tól a stóla díja, amelyeket mi a, az elvédett szolgáltatásunkért kapunk. De az nem azt jelenti, hogy ingyen nem csináljuk meg, és ingyen nem dolgozunk. Mi mindig föltesszük a kérdést a, a családtagoknak, a gyászolóhozátartozóknak, a keresztelendőknek, a eskettetőknek, hogy van-e pénze. Mondja meg őszintén saját az, hogy mennyi pénze van. És azt mondja, hogy atya csöves vagyok, vagy atya nincs pénzem, vagy atya szarulálok anyagilag akkor mi ezt ingyen megcsináljuk. Számtalan temetést, számtalan keresztelőt, számtalan esküvőt, számtalan liturgikus cselekményt, számtalan jogi beadványokat ingyen megcsinálunk, és nem azért, hogy most magunkat promózzam, meg magunkat fényezzem, hanem pontosan azért, hogy a hallgatóság, meg a nézőközönség tisztáláson. Ez egy fontos szempont. Azoknak az egyházaknak Egyszerűbb is könnyebb, ahol a, az állam alapvetően finanszíroz hitéleti tevékenységeket, finanszírozza az életüket. Miért bennünket nem finanszíroz? Nem is szeretnénk, hogy finanszírozson, ezért valahogy a pénzkérdést meg kell, hogy oldjuk. Hiszen Svájcból sem jön a pénz, a svájciak csak a joghatóságot adták. Egy milyen jó lenne Svájcba kapni? A milyen jó lenne, lenne, így van. De az ő állás mondjuk szintén ez, hogy minden egyház, minden felekezet, minden gyülekezet tartsa el önmagát. Ez olyan, mint egy. Kft. Ha neked van egy kft és nem tudod önmagadat eltartani, akkor ne egyéb a közbeszerzéseket, így, így van, a kis KFT-t, így van pontosan. Nekem tetszik egyébként ez a független hozzáállás, és meg is értem, ezért támadnak benneteket, abszolv. de hát abszolv. szerintem olyanok vagytok mind a ketten, akik mennek előre, hogy csak lehet. én vízöntő vagyok, klasszikus vízöntő. De én is, úgyhogy e úgy, e is e ismerem a fajtát ezek alapján. <síthat> <síthat> Oké, figyelj, térjünk rád, átrád. rád. Érdekel a te életutat, hogyan is lettél te pap, mert mégiscsak egy érdekes dolog, hogyha egy fiatal fiú a papi mellett dönt. Alapvetően azt kell látni, hogy én heves születtem, Eger városában, 1978-ban láttam meg a felgelőn a fényét, és egy picin kis haluban nevelkedtem fel, picin kis haluban, ahol semmi más vallás nem volt, egy 600 fős halúra beszélünk, erdőkövesdői beszélünk, ahol semmi más nem volt, csak a római és egy ház. Tehát igazából az volt a minta, és én a papívatást éreztem önmagammal, és éreztem a lelkembe, 16-17 évesen, aktív templabejáró ember voltam, a miniszter kiszálltam, elsádoztam, az atyának a nyakádoktam reggeltől estig, mert hogy nekem az maga, magam éreztem. És én 1996-ban, amikor érettségiztem, akkor én a Egri Hittadományi Főiskolára jelentkeztem teológus hallgatóként. Oda jelentkeztem, fel is vettek, ott elvégeztem két és fél évet, vagy három és fél évet, majd három és fél év után, amikor a vizsgai időszak véget ért, akkor az Egri Hittadományi Főiskoláról kiküldtek lelki gyakorlatra gyakorlatra, Vizsolyban, Kecskés Attila Prébáros és Vizsolyban, amikor kint voltam, közölték, hogy nem mentek vissza a teológiára, mert nem mehetek vissza, mert ők úgy döntöttek, a előjáróság a spirituális atya, a prefektus atya, meg a rektor atya úgy döntött, hogy én nem mehetek vissza, így más útvonalon kell próbálnom és megtennem. De miért nem mehettél vissza? Hát ennek volt egy speciális... Botrányt csináltál? Mi történt? Nem, nem. Nem csináltam botrányt, volt egy egy... Azért azt látni hogy a papi szemináriumban egy zárt körösség van, 50-60 fiatal fiú össze van zárva, és ezek a fiatalok életük teljében, 18-20 évesen ö, ki akarnak bontakozni. Én nem voltam soha egy ilyen rejtelés típusú csávó, mindig báltam a sorba, de akkor abban a helyzetben, amikor ö, engem eltanácsoltak a szemináriumból, így visszagondolva az életutamon, picit megborultnak tűnt a, az életem. Tehát, hogy vizsgai időszak, tanulni teó kellett, teológia, összezárva 60 kan, összezárva 60 ember, aki papnak készül, papnak szenteli az életét, reverendába járkáltunk, Megvolt ennek a varázsa, volt a lelkülete, az volt a törés alapvetően, hogy azt mondták, hogy nem. És amikor felteszed az életed a papi hivatásra, felteszed arra, hogy mert nincs más, csak a katolikus egyház, a római katolikus egyház, ebben emelkedtél, ebben szociálódtál, akkor abban a pillanat, amikor azt mondják, hogy nem, nem tudtad, hogy mit kell csinálni, mert ugye eletetted fel az életedet. Nem értettél semmihez, nem voltam pék, nem voltam ács, nem voltam kőműves, nem voltam autószerelő. De én mindig nem értem, hogy miért nem. Válaszolt <laughs> erre a kérdésre, még mindig, mindig itt állok, állok itt széttek hogy mit, mit történt a mi értéke, de eltanácsoltak valójában. Nem <sum> mondjuk kirúgtak, így van, pontosan. Igen. Ez a lényeg. Ö, felelmes láttam, fogalmazunk így. És egy paptársadban? Igen. Akkor teológus hallgató volt. Akkor teológus hallgató volt. Egy kis paptársamban így van. Tehát akkor a te a volt, ami miatt téged eltanácsoltak onnan? Vagy a te fiúkhoz van Alapvetően bizonyára ez, csak ezt nem mondták ki. Tehát ez, ez fontos szempont, hogy ezt, ne, ezt nem mondja ki senki. És de alapvetően ez volt, igen. fur egyébként, hogy ezt követően te maradtál, vagy szerettél volna maradni ezen a pályán, és egyébként végig is csináltad az utadat. Tehát, hogy ennek ellenére, hogy hogy kvázi ellenséges volt a hangulat, pont a... a lelked miatt, vagy a le lelki vonzódás miatt te mégis kitartottál. Hát azért tartottam ki, mert amikor a Teremtő Isten meghívja az embert hivatásta, akkor az Isten döntse el, hogy alkalmas a hivatása, és nem pedig holmiféle előjáró. Ez egy fontos szempont. De például, hogyha, tehát, hogy most nem tudom, hogy pontosan mit történt, ne is meséld el, hogy milyen, milyen kommunikációval történt ez az elutasítás. Egy de, amikor, de amikor, de azt, azt, érzed, hogy te ezért meg vagy bélyegezve, akkor az nyilván az embernek a lelkére rányomja a bélyegét, nem? Tehát, hogy, hogy gondolom megviselt ez. Megviselt, meg is törtem abban az, abba az, időszakban, hiszen abba kellett hagyni a teológiát, nem volt más kiút, hazaköltöztem a szüleimhez, és elmentem mentőápolónak. Tehát mentőápolóként dolgoztam kettő évet, a Pétervásodai mentőállomáson, de közben kerestem az utat, azt az utat, hogy hogyan tudok pap lenni. És ö, ö, volt egy nagyon kedves ismerősünk, Klárinak hívják, aki segített abban, hogy a teológiát be tudjam fejezni, hogy egyáltalán lássak reményt arra, hogy valaha is pap lehessek. És ö, így végeztem volna a teológiát a Versjáros Lekesztő Főiskolán, ahol megkaptam a teológus diplomámat 2002-ben, és ezt követően kerültem a. Tehát el kellett titkolnod egyébként a vonzalmadat, vagy pedig ott felvállalhattad? Ott nem volt kérdés ez. Tehát ott, ott, alapvetően egy ö, liberális gondolkodású iskola volt, ahol, ahol, nem volt ez kérdés. Ugye még a katolikus egyházban a szemnárium, a teológia az egy zárt közösség, oda beköltöztél szeptemberbe, és kijöttél júniusban, évente két alkalommal mehettél haza, ö, karácsonykor és húsékkor, három-három vagy négy, négy napra. Ö, még a vezényes lelkeszkedő főiskolát én úgy végeztem el levelező szakon, hogy közben ment a dolgoztam. Tehát igazából otthonról jártam fel Budapestre, Erdőkövestől, otthonról jártam fel Budapestre, Este, és úgy végeztem a főiskolát, hogy a nagyon, nagyon, elszánt volt. Így a... van, abszolút. Van, e van, e van, e van. ebben a dologban. Oké, a teológiát, a következő lépés mi volt a, a papi karrierben. A következő lépés az volt, hogy... Karrierben, karrierben vagy... papi, papi Meg kellett mondjuk lenni így. Ezt egyházat, amely, ha már nem adom a katolikus egyház, akkor melyik egyház az, amely befogad és elfogad. Így Volt ilyen egyáltalán Abszolút, igen. Aki elfogadott és befogadott? Aha, abszolút. A Migdai Szemizós Keresztény Egyháznál folytattam a pályafutásomat, ott voltam három évet, ott voltam szakreferens és intézményeket vezettem, szociális intézményeket vezettem, hajói indítottunk, ö, szociális területen, utcai-szociális munkát végeztünk, térdig jártunk a hajói két a, a Kozba, a Dzsuvába, ott alulról építkeztünk fel, és igazából az én ö, papi vénám ott indult el, tehát ott, ott, találtam meg a helyet, ott volt egy kápolna, a Szent Miklós kápolna a úton, ahol végezhettem Isten tiszteleteket, ahol már Tihamér lelkész úr, vagy Tihamér lelkész engem megbízott azzal, hogy Isten tiszteleteket végezhetek, és igazából ott, ott volt az, ahol kezdett beteljesedni az én papi ö, hivatásom, hiszen addig ugye ez el volt zárva, de közben intézményvezetőként dolgoztam, hajlítanokkal foglalkoztunk, intézményeket működtettünk, ö, azoknak a szakhatósági rendét csináltottuk meg, ö, fizikálisan ö, etettük és itattuk a hajlítanokat, és ö, ott indult el igazából az én lelkészül, papi karrierem. Nem turkelni akarok ebben a kérdésben, csak külön érdekes az, hogy, hogy valaki vállaltan melegként, hogyan tud papként érvényesülni, ezért is próbálok így tapasztani a kérdéskörben, hogy, uh, hogy te akkor már egyébként openly volt, tehát akkor te már vállaltad, amikor uh, te tudtál tartani. nem vállalja. El? Tehát az nem azt gondolom azt, hogy ez nem vállalja, hanem hanem ez, ez egy út, amit be kell járnod. Tehát mindenki... De te akkor kezdem, hogy tudták, a, hogy mi, mi, újság veled? Azt gondolom, hogy nem. Uh -huh. Nem, nem gondolom, hogy tudták, Sejtet, sejteni sejtették, de nem tudták. Ez egy fontos szempont azért ez, és uh, az én utam, meg a saját utam volt az, hogy ezt bejárjam, és ez uh, nagyon-nagyon fontos. De és, és persze az ember uh, a saját lelkivel leginkább uh, legnehezebb megharcolni, és azzal a lélekkel legnehezebb megharcolni, hiszen van egy mintád, egy olyan mintád van, ahol uh, van egy apa-fiú, férfi-nő kapcsolat, ahol van egy családmodell, egy pici kis falucskában, és azért ott nagyon-nagyon nehéz uh, ebben úgy érvényesülni, hogy meg is felelje az elvárásoknak, meg önmagad is legyen. Hát nem nehéz, nem lehetetlen tulajdonképpen, igen, lehetetlen, pontosan. Oké, okay, euh, még így a melegséggel kapcsolatban egy kérdés volt nálam még a podcast indulásának a legelején egy éppen Roland nevű fiú egyébként, aki azt mesélte el, hogy hogyan szabadította fel Isten az ő melegsége alól és látta a démon távozni a testéből, és hasonlók. Hogyha valaki egyébként küzd az ő melegségével, és mondjuk egyházi segítségért fordul, akkor szerinted mi a megfelelő tanács egy ilyen, ilyen problémával küzdő fiúnak? Azt gondolom, hogy és bizonyára meg fognak kövezni azért sokan. De a Teremtő Isten... Nem, nem hiszem egyébként. A, tere, a Teremtő Isten alapvetően mindig céllal rendele dolgokat. Tehát az, hogy valaki ö, ekként éli az életét, vagy ekként ö, mm, él, azt gondolom, hogy ezzel egy cél van. Tehát én ö, én nem hiszek abban, hogy ebből meg lehet gyógyulni, és nem azért, persze az Úr Jézus hogy mindenre képes, tehát az Isten teremtője mindenre képes, és ö, azt gondolom, hogy ö, ha ezen a síkon mozgok, és teológiai síkon mozgok, akkor meg lehet ebből gyógyulni, de nem tartom betegségnek, hanem egy állapotnak tartom, amely ugyanaz állapot, hogy... Nem tudom, én, rajta kisebb a szőr, rajtam nagyobb a szőr. Ez egy állapot. Amivel vagy együtt tudsz élni, vagy pedig nem tudsz együtt élni. Ez egy nagyon fontos szempont. És nagyon sok ember ebben nyomorodik bele, hogy nem tud önmagával ö, azonos lenni, és nem tudja önmagát befogadni, elfogadni, és nem tudja ezt megélni. Nem csak a melegségről beszélek, hanem minden egyéb olyan helyzetről, ami kvázi a normálistól eltérő. És a normális szót azért használom, mert, a, mert a, 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 alapvetően ö, azt mondom, ez is normális, meg az is normális, hogy valaki ö, ö, másként gondolkodik, másként él és másként éli az életét. Csak van egy olyan konvencionális élethelyzet, egy konvencionális társadalmi elvárás, amelyben neked meg kell felelni. Apának kell lenned, feleségnek kell lenned, nőnek kell lenned, férfinak kell lenned, és ö, ezek a dolgok nem férnek bele az életedbe. Még egy utolsó kérdés ebben a témakörben, aztán a váltok ígérem. Ti mit gondoltok a... Nagyon a... érdekel, látom az a kérdést érdeket. Igen, mert hogy ez egy tabu kérdés, tehát ez egy tabu téma, és szerintem erről, erről tök jó, hogyha valaki beszél. Már magáról arról, hogy melegként, mondjuk papként tud működni, illetve milyen nézőpontokat val. Nekem például nagyon érdekes, amit mondtál, hogy teológiai síka meg lehet gyógyulni a melegségből. Erről tudnánk beszélni órákig szerintem, de most egy kicsit más felé szeretném minden beszélgetést. Ti mit gondoltok az azonos nemek házasságáról? Mint, mint, vallási közösség. Azt gondolom, hogy a házasság szentsége, mint olyan jogintézmény, az férfi és nő között relációban köttetik meg, hiszen a Teremtő Isten nem véletlenül alkot férfit és nőt, és így alkotja meg a, a, az életet. Maga az orosz nem házasságával kapcsolatban az egyház kardinális és markáns álláspontja az, hogy nem jön létre szentségi házasság. Meg lehet áldani a férfi és a férfi, vagy a nő és a nő kapcsolatát és viszonyát, de maga a szentségi házasság teológiai vonatkozásban nem jön létre, mert ugye alapvetően férfi és nő között jön létre a házasság szentsége, mint jogintézmény. De én azt gondolom, ö, ö, lelkészként és azt gondolom, az Krisztus Keresztény Keresztény Egyház vezetőjeként, hogy ö, meg kell áldani, és senkitől sem szabad elvonni azt a jogosultságot és azt a lehetőséget, hogy a teremtő Isten áldását indítsa el az útra. Oké. Okay. Ugye azt mondhatod, hogy ügyvédként dolgozol, meg ugye Gergely mondta is, hogy nektek kell valamiféle civil szakmát végeznetek ahhoz, hogy, a, hogy be tudjátok tölteni a tisztségeteket, tehát hogy ez egy ilyen kikötése a, a közösségeteknek. Hogyan tudod összeegyeztetni az ügyvédi védelmet, mondjuk egy, egy tudom, hogy az ügyvéd nem kérzi meg a, a klienstől, hogy én most bűnös vagy nem bűnös, de hogyha mondjuk egy, egy, egy gyaníthatóan bűnös ember kell védeni, hogyan tudod összeegyeztetni a, a, a hittel? Hát a bűnzsóda a halál, azt mondja a szentírás. Tehát a, a egyház fiként is, vagy lelkészként szintén... Ö bűnös emberekkel foglalkozol, az egy fontos szempont, hiszen valaki valamiért oda megy abba a közösségbe, már pedig azért jön az, hogy segítséget kérjen, felhozás nyerjen, vagy valamilyen szolgáltatást, hogy lelki megnyugvást kérjen a lelkész vagy a közösségtől. Tehát ügyvéként szintén ugyanaz a feladatod, pláne én leginkább büntető joggal foglalkozom, és büntető ügyvéd vagyok. Ügyvéként ez a feladatod, hogy nem az a kérdés, hogy az az illető, aki, aki elkövet egy bűncselekményt, egy emberülés büntetében esetleg, nem az a kérdés, hogy, hogy bűnös vagy nem bűnös, hanem az a kérdés, hogy abban a büntesítési abba tételben, amely a törvény rendelkezik, te elérd azt védőként, hogy a lehető legmegfelelőbb büntetést kapja ő. És ez személyre szabottan, és társadalmi viszonyban egyaránt fontos. Tehát nem az a cél, hogy mindig, minden helyzetben a legszigorúbb büntetés kapja az elkövető, hanem az a cél, hogy a megfelelő büntetés kapja meg. Én lelkészként és ügyvédként ezen az állásponton vagyok. Akkor is, hogyha mondjuk a, a védenced erőszakot követett el, ugye... Gergely... Miszáj egy erőszaka? hát akár nő elleni erőszak, akár családom elő előszak, akár gyilkosság, nem tudom, hogy milyen ügyeket vezet vissza egyébként. Tehát, ügyeket, 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 igen. tehát hogy, hogy, hogyha valaki ilyen cselekedetet tett, azért is kezdem ezt mert a Gergely előző videóban mondta, hogy Isten egy dolgot nem fogad el az erőszakot a, a ti szerint. Tehát, hogyha valaki ilyet véd, ezt akkor sincsen benne semmiféle ellenérzés, vagy semmi. Figyelj, abban a helyzetben ügyvéd vagyok. És a ügyvédként szabadon megválogathatod, hogy kik úgy az ügyfelek, akiket te elválasz. Nekem is van egy, ö, nekem a zsinót mérték és a mérce a hitem. Tehát az a, az a hit, amelyet, amelyet megélek, amelyet képviselek. Nekem egyetlen egy fontos ö, 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 szem, ügyvédként a legfontosabb szempont az, hogy ö, el tudom dönteni, hogy azt az ügyet a el tudom látni, jogi védelmét, vagy nem, nem tudom ellátni. És nem csak tudás és szakmai szinten, hanem a lelkiség vonalkodására is. Persze ügyvédként nem teheted azt meg azért, hogy 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 a nagyon lelkedre harc, itt a jogkérdés a legfontosabb. A védelemhez való jog mindenkit megillet. És ha ügyvédként ezt ezt választottad, hogy te a ügyvéd hivatást választod, akkor azt is bele kell vállalni és bele kell kalkulálni, hogy te ügyvédként belefutsz olyan esetekben is, amelyek esetlegesen nem azonosak a te hiteddel vagy vallásoddal, de el tudod dönteni, hogy Elvállal az ügyet, vagy nem vállalod az ügyet. Egyébként szokott érdekelni, hogy elkövette -e a, a a, a vádolt Hát figyelj, alapvetően az ügyvédség az bizalomra alapul, az amit az egyház. Tehát, hogy a, a papban, vagy az orvosban azért megyek oda, mert bízok benne. De az ügyvédben is a legeslegfontosabb fontosabb kötelmi elem, ami létrejön az ügyfél és az ügyvéd között, a bizalom. Hogyha az ügyfél az ügyvédjével nem őszinte, és nem korrekt, ott nincs bizalom. Ha az ügyvéd az ügyfelével nem őszinte, és nem korrekt, akkor nincs bizalom. Tehát ez egy, ez egy bizalmi helyzet. Akkor jön létre az ügyvéd és az ügyfél között a legjobb kapcsolat, ha bíznak egymásban. Tehát eredendően az ügyfél, ez az ügyvéd az ügyfeléről kvázi mindent tud, de pontosan ezért van az az egyház vonalkodásában is, hogy van papi titoktartás, és ügyvédként egyaránt van ügyvédi titoktartás, amely alól egyetlen egy dolog menthet fel, csak az ügyfél senki más nem. Tehát se a bíróság, se a hatóság, se a semmilyen jellegű ö, rendőrség, senki csak az ügyfelet tud felmenteni a titolatartás kötelezettség alól. És a Budapesti Ügyvédi Kamara ezt nagyon szigorúan veszi. Tehát ő az a, az a típusú kamara, hogyha, aki az ügyvédi titkot megsérti, tehát kikotyogja azt, hogy nem tudom én kivel mi történik, vagy mit csinál, akkor azt szigorúan veszi. A legszigorúbb büntetésekkel rendeli el, sőt, szó szerint kizárják az ügyvédet az ügyvédi kamarából. De lelkészként is így van ez, lelkészként nagyon sok uh, információ és titok birtokában vagy, amit nem oszthatsz meg a, a, a társadalommal, hiszen azért fordul hozzád a, a, a segítségre nyújtó személy, vagy az a személy, aki megkeres téged, mert nem csak temesz, nem csak meg nem csak esketsz, hanem lelked gyógyítasz. És a lelkészi munka leginkább ebből áll, mert ugye az álpapos videókban, meg az álpapos vasári VNS szorikban egyenhány egy szempont van, hogy a Dulai Roland az biznisz ember, és hogy csak az egyházat a biznisz miatt alapította meg. De ez a legkevesebb. Tehát ezek azok a szolgáltatásokért, szolgáltatások, amelyekért pénzt ö, ö, tudsz kapni azért, hogy az egyházat el tud tartani. De a papság az egy életforma, az egy létforma, az egy olyan létforma, amelyben benne van minden, benne van a te személyiséged, a te egyénységed, a te lelkületed, a te eszenciád, a te gondolatrendszered, és nem véletlenül az, hogy, hogy Gergely atyához is teljesen más típusú hívek járnak, meg hozzám is teljesen más típusú hívek járnak. És ez így van rendjén, így van jó, és így, így helyes ez. Uh -huh. Oké, okay, térjünk ki vissza egy kicsit a, a te ö, életutathoz. Mikor döntötted el, hogy alapítasz egy saját hát saját egyházat, a, a Boldog Terézanya Egyházat, ö, mi volt az indítatás? Az indítatás az volt, hogy 2007-ben döntött, döntöttük el az akkora alapítókkal, hogy legyen egy olyan befogadó és elfogadó egyházi közeg, amely elfogadja és befogadja azokat az embereket, akiket más kirekeszt. És én nem szeretném megmondani, hogy mitől más valaki és nem más, hanem azt szerettem, egy olyan egyházat szeretünk olyan létrehozni, amely egymás szociális alapú, tehát szociális érzékenység az egy fontos szempont illetve mint hogy kísérjük a oldalunkra, hogy minden isten, isten minden közösségi tartalom nemi, fai és vallási felekezetet nélkül látogatható. Tehát ne legyél megbélyegezve te, hogy te azért nem jöjjesz az, az akkori boldog keresztény egyház isten mert te római katolikus vagy, vagy te református vagy, vagy te Jehova tanúi vagy. Jöhetsz, bármikor jöhetsz, találd meg az utadat, és ami a legfontosabb, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Csak úgy fogod tudni megmutatni azt a példát, amit te képviselsz, hogy te Krisztusnak az embere vagy, hiszen Krisztusnak a követője vagy, hogy szeretsz, hogy cselekedetekben megmutatod azt, hogy te hívő ember vagy, adsz a enni, adsz a szegénynek egy tálételt, adsz az elesettnek egy, mondat jogi segítséget, ami pontosan azt az irányt fogja megmutatni az életében, amely, amely ami által jó irány, az élete. Ezek nagyon fontos dolgok. Oké. Okay. Uh, ugye a hitetek ókatolikus, uh, és ennek a, ennek a szemszögébe szeretnék feltenni néhány olyan kérdést, amit a kommentekben jeleztek, hogy érdekelni a kommentelőket, a, a ti nézőpontotok, a ti a kérdéskörben. Az egyik a, az ördög és pokol narratíva, hogy szerintetek létezik-e ördög és létezik-e pokol? Teológiailag és filozófilag azért egy fontos szempont, hogy ha azt mondjuk, hogy Isten maga a szeretet, a tökéletes szeretet, maga a tökéletes szeretet nem tud létrehozni poklot, hiszen a tökéletes szeretet ö, nem tud létrehozni rosszat, csak jót. Az ember gondolata és magatartása, amely létrehoz rosszat, maga a tökéletes szeretet nem tud létrehozni ö, poklot. Ö, ugye a, a pokol teológiája van egy ilyen teológiai formula, hogy a középkorban az egy fontos, ö, ö, fontos, kérdés volt a középkori egyház alkotásában. A pokol azért volt fontos, mert ezzel embereket lehetett ö, kordába tartani. Mi a szerető Istenbe hiszünk. Isten maga a szeretet, és a szeretet Teljességébe hiszünk. Tehát a, a filozófiailag, akár a platóni vagy azizhatalézi vonalat képviselet, a tökéletes szeretet nem tud önmagában létrehozni egy egy tökéletlent, mert a tökéletes szeretet filozófiailag csak a tökéletes tudja létrehozni. Uh -huh. Az ember is tökéletes, csak egy más kérdés, hogy a bűncsolgyába lépett. Tehát a, a tökéletesség, a tökéletes szeretet nem hoz létre fogadál. Az én álláspontom ez. Oké, okay. mi a véleményetek az öngyilkosságról? Ez egy kardinális kérdés, a öngyilkosság kérdése, mert nagyon fontos mérlegelni azt, hogy egyrészt a, a maga az öngyilkos elkövető, milyen belátás és belátási, beszállítási képességgel rendelkezett, akkor amikor esnek a cselekedetét elköveti. Ez egy fontos szempont. De az ő beszállítás és belátási képessége ö, birtokában nem volt meg, és mondjuk megbodult az elméje, vagy éppen mondjuk nem tudom én, bekattant, az nem volt az ő tudatában. Ez egy teljesen más ö, megközelítés egyházügyileg is, meg jogi értelemben is. Azt gondolom, hogy a ö, a teremtő Isten adja az életet, és ő is veheti el. De az emberek nincs joga elvenni a saját életét, és nem áll jogában önmagát kihelélni ebből a világból, mert az életutakat azért kapjuk, hogy ezeket megéljük. Tehát én azt gondolom, hogy minden embernek van egy életfeladata, egy élethelyzete, egy életuta, amit meg kell élnie, hiszen ezért vagyunk itt a Földön, ezért elendelt a Telemtő Isten bennünket ide. Az, hogy te egy szalmaszállal elvágod, az azt gondolom, hogy nem föltétlen isteni, az tipikus emberi gondolkodás és tipikus emberi mentalitás. Hányszor és hányszor ö, lehettünk volna öngyilkosok, vagy felhúzhattuk volna magunkat az első fára, mert éppen mondjuk szomorúak voltunk, vagy baj történt velünk, vagy az életünk nem olyan irányba ment, amelyben mennie kellett volna. Azt gondolom, hogy ezt a két szempontot el kell különíteni egymástól, hogy a, a, a elkövetés pillanatában a beállítási és beszállítási képességed mennyire volt korlátozva, vagy mennyire nem volt korlátozva, és az, hogy valóban az volt a szándékod, hogy te kived, likvidáld önmagad az élettörténelméből, vagy folyásából. Mi történik azzal, aki beszámítató állapotban volt, amikor öngyilkos Nem tudom, lett. nem vagyok Isten. Oké, okay, akkor ez felmarad ez a kérdés a levegőben. Okay. Mi a véleményetek az állatok megöléséről? Gondolok itt, gondolom, hogy azt gondolta a kérdező, hogy az ipari szintű állat megölésről. Hát figyelj, alapvetően az állat, egyrészt a, a, az emberiség, az életkoronája az ember. Tehát az embert alapvetően azért alkotta Isten, hogy rendezze és jól rendezze a saját életét a ószövetségi viszonyokban is, meg a, az újszövetségi viszonyokban is, az, az ember táplálni kell valamilyen szinten, és ugye a, a húsint olyan ö, ö, elem, egyrészt égvárzatként szolgált az Istennek, másrészt viszont táplálék volt már az Ószövetségben, meg az Újszövetségben is. az a kérdés, az a válasz, hogy nekem mi a vélemény az, hogy emberek állatokat megölnek, az is vagy fontos, hogy mi a szándék. A szándék az, hogy táplálkozás szándékáról is az ember ö, az ember fent -fent, fajfenntartásnak a szándékából ölél mondjuk a szarvasmarhát, akkor azt gondolom, hogy hogy ez a rendeltetésszerű és az élet de azért tölöm meg az állatot, mert éppen nekem olyan kedven van és mondjuk a kiskutyámat otthon le akarom csitítani, hogy ne ugassá és oda cseszek neki két nap pofont, és mondjuk kilikvidálom kilik az életből, az helytelen cselekedett. Tehát a különbséget kell tenni a kettő gondolat között. És a vadászat? vadászat kérdésében ö, már az, ó, az egység embere, de az ősemben is vadászat. Tehát ott a vadászat, mint ö, lételem. De, de tudod, -e, a vadászatot, tehát Abszolút. hogy nyilván az egy hobbi tevékenység ilyen szempontból, ott nem a, nem a, nem a szükséges levadászni a, a, vadat, hanem egy hobbi tevékenységet végeznek a, a vadászok. Főleg de azért a... Mondok, a, tehát a vadászatnak kétfajta funkció van. Egyrészt hobbi tevékenység, amit nem fogalmaztál, de van egyfajta fajta jogi vonatkozása is, hiszen a, a vadászásának kötelezettsége az, hogy a, a vadfentartást megtartsa. Tehát amikor sokan róka, akkor ki kell őket lőni. Megvan szabva az, most jogászként beszélek természetesen, és nem vagyok e, vadászati szakjogász, de megvan szabva az a megvalósági és vadászati törvényben, hogy adott vadászati egyletben vagy egyesületben milyen vadállatokat kell kilőni és miket kell, kell kilőni. De ezeket ki kell lőni, mert különben hát a, a kormányhivatal büntetni a fog. A szükség összeér a hobbi tevékenységgel értem. Így van. Okay. Uh... De kettő között lényeges között kell, kell tenni. Tehát a lé... én a vadászatban nem azt gondolom, amit te. Tehát te hobbiként definiálod, én pedig, mert gondolom úgy gyerek vagy, most nem akarok <laughs> Rettentő úgy túl, gyerek vagyok, igen. Úgy gyerek vagy. én, a vadászatot elítélem, tehát hogy én nem igen. bátom a vadászatot, tehát hogyha az így jött le, akkor egy tévedés. Le, történt tehát, történt el, tévedés tehát, mert, el. mert szerintem a hobbitevékenységből állatot tölni, az teljesen no. Az mm. én megítélésemben. És más szempontból? Milyen, szem, milyen más szempontra gondolsz? Nem hobbitevékenység. Hát, hogyha vadírtás van, mert nem tudom, el fognak szaporodni a vadak. Ér értem, 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 itt mondom, csak azért mondom, hogy ebben a, ebben a, narratívában oké, hogy összeér a, a, a hobbitevékenység, meg a szükség. Ez, ezt mondod, oké. Igen. Jó. Uh, mi a véleményetek a lombikról? A lombik kérdése, az is egy szinte egy érdekes kérdés. Hát, csak nem, nem vagyok itt. Kérdés, csak <laughs> kérdések, <laughs> kérdés, csak <laughs> Szóval csak olyanokat tudnak kérdezni a kommentelők, <laughs> amik érdekesek. Uh, Alapvetően a, a teremtő Isten úgy rendelt, Tehát, ha a teológiai véleménye uh, vagy kíváncsi, akkor a el tudom neked tolni, hogy a teremtő Istenek mi a szándéka és a Azért a kíváncsiak, Isten... akkor, hogy az okotérikus vallás hogyan vélekedik erről a ti, ti uh, feletek. A mi, az új, a mi felünk az új vélekedik erről, hogy uh, uh, a teremtő Isten azért rendelte a a szakmai képességeket, meg az orvostudománynak az a képességét, hogy legyen lombik program, hogy ezt használjuk. Tehát mivel, mivel ö, lehetőséget adott a Teremtő Isten arra, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, az azt gondolom, hogy ö, használni kell. És az is egy fontos szempont, hogy miért kell használni a lombikot, és mi, mi az oka annak, hogy a 21. század közepén ö, Eny európai nemzetek közében, vagy körében ennyire sok lombik program van jelent. Tehát hogy azért fontos szempont, hogy, hogy az ember saját magát őrli és saját magát teszítünkre. Tehát a, nem az a normális, hogy mondjuk ö, olyan ö, tojást vásároljunk a boltba, amelynek a szabatossága három év fog lejárni, meg olyan tejet ígyünk, amelynek a szabatossága kettő év fog lejárni, hanem az a természetes, amikor én gyerek voltam, akkor jó apám felakasztotta a kolbászt, a fogasta, a spájcba letöltötte és megettem. De az kolbász volt, meg a tej, amit reggel hozott a tehenész hölgy, minden reggel kiakasztotta a, a kapura a tejet, és az aznap, majd másnap megittuk, és hozta. Tehát nem, nem egy évig volt a szavatossági ideje. Tehát az alapvetően ez egy fontos szempont. Tehát sokkal összetettebb az a kérdés, mint hogy ennyire egyértelműen válaszoljak rá, mert talán azt fogja jönni, hogy mert az ókatolikus egyháznak a véleménye az volt, hogy, de ez egy sokkal összetettebb globálisabb kérdés. Tehát, hogy nincs fekete fehér igen, igen, vagy nem, nem. Hanem minden mögött látni kell a, a lényeget, hogy mi miért van. Tehát hogy az, az, is egy összetettebb kérdés, hogy az európai nemzetek nem olyan termékenyek, és hogy miért nem termékenyek, annak az okát kell megfejteni alapvetően. Értem. Oké, okay, uh, mi a helyzet a halálos betegségekkel? Tehát, hogy mi a ti álláspontotok afelől, hogy uh, Isten miért küldte a halálos betegségeket a földre? Képzeld el, hogy a, mi jöttem hozzád, pont egy, és nem állok egy végig titkot, pont egy uh, hölgy jött hozzám a párjával, akinek a 47-es gyermeke halva született. Kedden volt a történet, és az ügyben kérte a segítségemet, hogy a jogi értelemben tudjuk ezt rendezni. Mert elmondtam, hogy én nem vagyok ilyenfajta joggal megáldott ember, én a joggal foglalkozom, de segített neki olyan keresni, aki esetlegesen ebben a perben tud neki segíteni, és előre tudja vinni az ügyét. És pont ott merült fel a kérdés, hogy a Teremtő Isten miért adja ezt. És igazából itt is az volt a lényeg, hogy meg kellett, megvizsgáltam a, a családnak a viszonyát, viszonyait. Tehát megvizsgáltam azt, hogy a adott családban miért nem engedte a Teremtő Isten, hogy ez a gyermek leszülessen. Mert minden oka és okozata van. Hát. És most nem, a, nem, a, nem, szeretnék olyan dolgokat mondani, ami rágalmazó helyzet lesz, de pontosan azért nem engedte a Teremtő Isten, hogy a gyereket leszületni oda, és nem vagyok ítélkedő Isten, hogy ezt megítéljem, mert nem voltak annak a körülmények. Tehát, hogy a... nem voltak annak a körülmények. Ezzel mindent elmondtam, mm -hmm. és ezért nem engedte. Tehát, hogy azért mindig a mögöttes, mögöttes részkel kell. Tehát ez sem fekete fejedés és igen, igen, és nem, nem. De például egy rák, például miért? Mert tanít vele az Isten. Tehát a, a, a teremtő isten egyrészt tanítja az elszenvedő adanyát a vonatkozásában, a, a hogy hogyan kezelje ezt, meg uh, tanítja a családtagokat is, a közvetlen hozzátartozókat. Hány és hányan ember van, aki mondjuk uh, halálos betegség uh, diagnózisát megkapja, és megváltozik az élete. Pontosan azért, mert a jó Isten adja a mindig az életben, tehát adogatja azt, hogy, hogy uh, ember nem jó úton vagy, tehát más irány kéne menni az életednek, és uh, és lehet, hogy pontosan az a betegségkel az életében, vagy pontosan az a megtöréskel az életében, hogy észhez térjen. Én elmondok neked egy történetet. 2021. márciusában, egy évvel ezelőtt majdnem meghaltam. COVID-betegségben voltam, itt voltam a SOTE intenzív osztályán, kettő hétig voltam lélegeztetés alatt, és majdnem ott maradtam. Péntek este hívták fel a szüleimet, meg hívták fel a szeretteimet, hogy jöjjenek be hozzám, köszönjenek el tőlem mert vélelmezhetően szombat hajnalra át fogok menni a más világba is, ö, meg fogok halni. És ö, bejöttek a szüleim, de én szombaton jobban lettem. Tehát ö, meg nem fogalmazható módon és meg nem mondható módon ö, az értékeim ö, jó alakultak. És ezt sem a doktornő, sem az orvosok, sem az ápolónők nem tudták, mi van igazán, hogy mitől alakult ez így. És onnantól kezdve én felépültem. És az volt a az pont az életemben, amikor rájöttem arra, hogy az embernek meg kell állnia. Meg kell állnia, és el kell gondolkodni azon, hogy mi értelme az életednek. Mert az ember hajlamos arra, hogy pöröksz, jössz, mész, benne vagy egy, benne vagy egy egy malompörgésbe benne van egy olyan élethelyzetben, ami visz magával, és nem tud már, hogy miért teszed ezt. És a jó Isten megállított. Megállított, és meg kell állni. Pihenni kell, és élvezni az életet. Mert az élet azért van, hogy élvezd. Tehát nem, nem azért van, hogy önmagadat kizsigereld, meg önmagad energiáját fölösleges dolgokra pocsékolt, hanem azért van, hogy élvezd az életet. Van egy nagyon kedves veres, amit mindig a, a, a búcsúztatókon el szoktam mondani, hogy ennyi volt a földi lét, vége is nincs tovább. Már nem várnak bontatlan álmok, színes szép csodák, a hajnalok sem köszönnek rád, és melegét nem hinti rá a nap, de nekünk, kik itt vagyunk még, csak emléke miánk maradt. És ebben benne van minden, tehát, hogy az életet élni kell, és amikor pihenni kell, meg kell állni, és élvezni az életet. Nekem ez a betegség, amikor majdnem ott maradtam, ezt hozza. És elmondhatnám neked azt, hogy ö, a, a, neked meg kell élni. Tehát ez az pont olyan, hogy hiába mondom neked, hogy ö, ne így áll és vodkát csak, görögdíny és vodkát, mikor a ez a ragaszkodt, meg kell élni. Meg kell élni azt, hogy mi miért van az ember életében. És nagy szavakat és nagy frázisokat el lehet itt pufogtatni, meg el lehet itt mondani, de amíg nem éled át, az, hogy a halál küszöbén vagy, addig nem fogod értékelni az életed annyira. Amíg nem veszítesz el szeretteidet, addig nem fogod értékelni azt, aki melletted van. Amíg nem, nem szakítasz a pároddal, addig nem fogod értékelni azt, azt aki melletted van. Amíg édesanyád, meg édesapád él, addig kevésbé értékeled, akkor fogod igazán értékelni, amikor már nincs, és ez a a helytelen gondolkodásmód. És az élet erre tanít mindig és minden helyzetben, hogy, hogy szeres, szeres, ölej, szeres, ölej, ölej, szeres. És, és e földi életünk egy van, és nem több. Azt, egy más kérdés, hogy a, 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 Teremtő Isten hogy rendelkezik majd az életünk végén, és hogy mi lesz a, a, a földi életünk után, de földi életben az Isten nem szeretné tőled azt, hogy ne legyél boldog. Azt szeretné, hogy éld az életet, és az életben benne van a szerelem, a szeretet, a szexualitás, az ölelés, a munka módjával is természetesen teljesen a normális életek között, és benne van minden, ami ami, ami igazából fontos, de az, hogy neked mi a fontos, az is egy más kérdés, és hogy neked mi a fontos, az is egy más kérdés. Ezek egy életfeladatok, amelyek csomagok, amelyeket az ember mindig bíz magával, és meg kell oldani ezek életfeladatok. Igen, csak olyan fura pont a rákkal kapcsolatban, hogy sok esetben az embernek hetekig, hónapokig tartó, rettentő fájdalmakkal járó haláltusája van, és hogy ezt egy szerető Istentől kapja, ez nagyon nehezen elfogadható. Hát azért nem fogadható, de azért nehezen fogad tudni elfogadni, mert nem látod a miért és okát. Tehát ha... Ö ez pont ugyanaz, amikor az ember kirúgták a technológiáról húsz évvel ezelőtt, akkor nem láttam, hogy miért rúgtak ki. Érted? Most már klisárdiszál láttam azt, hogy mi az én életfeladatom, meg az élethelyzetem. És ugyanez van abban a helyzetben is, amikor közül az orvos, hogy maga rákos, és hónaptól kemoterápiára kell járni, akkor lesokkolsz. Mint egy forró szarral leöntöttek volna, és lesokkolsz, mert, mert nem tudod, hogy mi van. Hát ilyenkor felmerül az emberbe a kérdés, hogy hát én jól éltem az életemet, nem csaltam meg az asszonyomat, fennáll a, a tisztességgel a két gyerekemet. Hát miért pont velem történik ez? Hát a miért pont velem történik, mert a hangsúly. És nem tudod, hogy miért veled történik, csak majd két hónap múlva, három hónap múlva, öt hónap múlva fogod látni azt, hogy mi miért történik, mert abban a pillanatban nem látod az értelmét. Tehát Jézus is, amikor a Golgotán szenvedett, akkor persze, tudtam, mi az értelme ennek, csak az ott lévő emberek nem látták, hogy milyennek az értelme. Akkor látták az értelmét, amikor megjött a feltámadás, amikor feltámad, megmondta azt, hogy harmad napon föl fogok támadni, és föltámad, és ekkor látták az lévő emberek, hogy milyennek az Jézus életútnak a lényege. Tehát, hogy nem látták. Mi azok annak, hogy Jézus első 30 évéről vannak írásos dokumentumok, de még sincsenem, ez hát a Szentírásban, nem nagyon találhatók fel. Csak arról a három, van ő, írásos dokumentáció, tehát 30 és 33 év között, ami a tanító jellegű élet, amivel tanította az embereket arra az életre, ami, 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 ami keresztény hínek és egyháznak mondunk, ami a kereszténységnek a lényeg az, hogy példákkal, élethelyzetekkel és pillamutatással megmutatta, hogy mi az élet értelme, és mi fog rád várni majd a halál után. Ez egy nagyon fontos szempont, hogy az a lényeges különbség, hogy Jézus megmutatott egy utat, hogy a feltámadás után van élet, van a reménység az ember életének. Ez a legfontosabb tanítása annak a három évnek. Tehát a rákos helyzetre visszatérve pontosan ez a lényeg, hogy akkor, mikor leöntik forró szarra és közli, hogy rákos vagyok, nem látja, mi az értelme ennek, de később meg látja, mi az értelme, hogyha az ember látja az igazi lényegét ennek az egész kérdésnek. Ti egyébként, miben néztek a lélekkel kapcsolatban? Tehát, hogy van. van Ez a kérdés azért fel, mert rátértem a. a, a... Nem, -e? nem, az, nem az, 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 azért merült fel most a kérdésben, nem azt mondom, hogy később derül ki számára, mi volt az értelme az ő betegségének, de hogyha valaki eltávozik, akkor a mennyek országában látja nyilván azt, hogy milyen hatással van a, tartozó hozzátartozóira, az utódjaira, az a fajta betegség, amit ő átélt, mert itt gondolom arra gondoltál, hogy a gyereke, az unokája, nem tudom, valaki, aki, aki ebből táplálkozó valamiféle, valamiféle jóra tudja használni azt a fajta tapasztalatot, amit átélt a, a Tehát, hogy a mennyek országából figyelünk, vagy pedig van újjászületés? A mennyek országa az egy állapot. Az egy olyan állapot, az én álláspontom, az házunk, álláspontja szerint. Az, mindig oda kell tennem, mert, mert ugye én papírminőségemben vagyok itt, tehát, tehát én a, én képviselek valamit, ami miatt itt vagyok. Igen, és az, nekem ez fontos. Mert ezt mindig elmondom, hogy az okatilikus vallás általatok képvisel. Az így van, az a lényeg, az nagyon fontos. A mennyország az egy állapot, az nem egy hely. Tehát, hogy a, a a menyasszági állapotod, a teljes szeretet állapota. Amikor amit az ember az életében törekszik, azt gondolom, de ez is egy ez is egy életút, amikor az ember rájön, hogy miért nem az életednek, tehát hogy miért nem az életednek, miért, miért vagy itt a földön, nem tudom, hányan vagy levente, 36, 36. éves, 26, éves 20, bocsánat. de kedves vagy. <síns> 30, 40, 40, <síns> 60, jól, jól indult, igen. <síns> 20. Tehát, hogy mi nem az életednek? Az az életed értem, hogy podcastokat gyártsa egy életen keresztül, vagy pedig az, hogy megmutassál valamit az embereknek. Tehát, hogy mi az életed értelme? Uh, Tudod, én regényeket írok elsősorban. <síns> 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 nem, nem volt ki elég, hogy oké? Oké, lesz. Okay. Uh, nem, engem, engem az érdekel ebben a kérdéskörben, hogy a, hogy a, a lélek... 36 ami... éves vagy tényleg? 36, igen. Mm -hmm. A lélek, ami távozik a, a, az emberből a halál után, az uh, bekerül egy új új világba, tehát a mennyek országába, vagy pedig létezik újjászületési lehetőség? Ez az a legfát válaszom az, már de... reinkarnáció, hogy nem értelek, tudom, milyenek a, a megfelelő. Abszolút én. Aki már lát, amikor a beteg ágya fölött ott vagyok, ezt, ezt is meg kell tapasztalnod. Amikor a beteg ágya fölött ott vagy, és mondjuk a beteg szentségét feladod, és meghal a, a beteg, akkor látod azt, hogy a látod azt, hogy a lélek elhagyja őt. De ezt is olyan értelemben mondom, hogy, hogy érzed, hogy a lélek elhagyja őt, és így az embernek az egész teste így arca megváltozik. Tehát lát, az ember úgy hal meg alapvetően, ahogy élte az életét. Hogyha az élet a test kírül. Levalós, így van, a test kírül, és ez levágós, és ez lejön, pláne egy szakembernek, aki ott van a betegágy fölött. A mi álláspontunk az, hogy az én álláspontom az, hogy ö, megítéltetik az ember lelke. Tehát, hogy nem, nem gondolom azt, hogy van a újjászületés és van a reinkarnáció. Én azt gondolom, hogy az ember lelke megítéltetik. Hiszen a a testhez párosítja a teremtő Isten a lelket. Tehát amikor a, az embert megalkotta jó Isten, férfinek és nőnek, ö, akkor belehelte az Isten leheletét, az élet leheletét. Akkor abba lehelte bele, abba az egy szemébe lehelte bele, akit ő megalkotott, akit ő megteremtett. És azt gondolom, hogy az a lélek, vagy az a lelki, ez, ami a, az embernek az eszenciája, a lelke. Nem a test az eszenciája, a lelke az eszenciája. Az hozzátartozik, és nem pedig máshoz. Neked egyébként volt halál élményed a COVID volt. időszak alatt? Egy éve. Az előbb elmondtam neked. Igen, de akkor volt. Akkor, amikor az állapotom volt, vagy élményem volt, te mit, mit láttál, mit éreztél? Amit éreztem, az egy ö, véghetetlen. Péntek este volt, ö, pont. Ö, akkor fordult az állapotom, péntek este volt. De magadnál voltál, vagy, vagy. Magamnál voltam. Uh -huh. Tehát tudat állapotomnál voltam, és úgy érzem, hogy magamnál voltam. És amikor lett az állapotom, tehát ez a halál közeli élmény volt, pont az egyik barátomnak, Balásnak elmondtam, aki nagyon jó barátom, aki, akivel barátom, húsz éve barátom, pont azt éltem meg, hogy, hogy megéreztem az Istent. Tehát megéreztem azt, hogy van valami a másik oldalon, van valami a azon a másik oldalon, de hogy, de hogy azt mondja, hogy vissza. De nem mondja, hanem úgy érzed, hogy azt mondja, hogy vissza. Tehát amikor így megérzed a, azt az állapotot, ami. ami én én ott, ott éreztem azt, hogy a, a tökéletes, az, amire az ember vágyik. A tökéletes. És ha az a kérdés, hogy láttam-e fényeket, meg nem tudom, nem láttam fényeket, hanem az állapotot mondom el neked, amikor így az Isten közelébe kerülsz, és de ezt, éreztem érezted már akkor is, amikor imádságos lelkülete vagy az Isten felé, vagy amikor igazából szeretsz, és, és ez a ez a érzés, tudod, ezt éreztem abban abba az állapotba. És azt mondtad is, hogy menj vissza, mert van feladatod, és nekem az volt a feladatom, rájöttem, hogy egy ezt pakként hirdessem azt az igét, amelyre felszenteltek, az nagyon-nagyon fontos. jogászként tényleg az elesetteken segítsek a mert nem mindenkinek van pénze, hogy az ez fontos. És, pro bono. E pro bónó, így pro bono, így, ezt így hívják. A üvédé kamaránál szóval vannak ilyen pro bono napok. Ez fontos, mert nem mindenkinek van rá e lehetősége. És hogy elmond az embereknek, hogy van, van élet a halál után. Ez nagyon fontos, hogy van élet a halál után. És ez nagyon-nagyon fontos. És azt gondolom, hogy az Isten ezért küldött vissza engem. De ezt is egy év után fejtettem meg, amikor a saját életutadat meg életedet teszed, hogy mit, miért, hogyan, milyen képen, milyen formában, milyen módon. De ezek érzések, meg eszenciák, tudod, most más előbb beszélni, és átadom neked, meg más megélni. Teljesen nem tudom képzelni egyébként, hogy Köszönöm. tehát, hogy nem, nem idegen az érzés tőlem, bár nem voltam még halálközeli élményben, de el tudom képzelni, miről beszélsz. Oké, okay, utolsó témakör, amit szeretnék érinteni, és ez engem érdekel leginkább, és tudja, hogy az interneten találnék 5 millió videót erről a témáról, de érdekel egy e, személyes vélemény ebben a kérdéskörben. Ugye a Biblia szerint e, Isten megteremtette Évát, Ád Ádámot és Ádámot Évát, ez ugye, ugye a helyes sorrend. E, a földre küldte... Nem véletlenül. Igen, de a, a tudomány ismer ezelőtti előtti időszakot is. Tehát, hogy több Figyel, a, a képekben gondolkodik. Tehát az a kér... Mi a kérdés? A dinoszauruszokat kiteremtette. Hát Isten. Kiteremtette volna. De? De. jó, oké. Hát, figyelj. tehát akkor, akkor volt, volt, Ádám és Éva előtt már élet. Hát nézd meg, a, a Szentírás egyértelműen leírja, amikor megnézed a módos első könyvének első lapját, Isten kezdetben megteremtette, tehát megvan a teremtés sorrendjei. Kit, mikor, hogy, milyen módon teremtett. Most felnyitod a begúgatod uh, hét, a... hét, 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 nap, nem? Valami ilyesmi. Hét, hét nap, hét nap, igen. megpihent. De ezek, ezek, képviségek, tehát a, 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 a szentírás képeben gondolok, az a lényeg... Na jó, de ez az evolúciót hogy képekben kifejezni? De miért? mindig az a lényeg, hogy az első mozdulatlan mozgató az első mozdulatlan mozgató az nem más, mint maga az Isten. Tehát ő volt az, aki a golyót megindította. És abban megint, tehát valaki, valaminek meg kellett indítani az életet, hát önmagától nem alakul ki. Tehát ha a, a, a te állásmondat szerint mitől alakulva van ki az élet? Tehát ki volt, mi volt az, ami, ami, ami elindította az életet? Nem tudok erre neked válaszolni, mert nem vagyok tudós, végig. és nem vagyok biológus, csak, csak gondol tehát gondol hogy végig, hogy... nyilván van, van a tudománynak erre valamiféle magyarázata, hogy honnan nem indult el az, az élet. Nem tudom, ősrobbanás összeállt a földet, de, de... de, az tudom... ősrobbanás így alakult ki. <gül> a, <gül> tudom, val valakinek, tehát valakinek, valakinek el kellett indítani az egész mozdulatot. Azt, hogy most az, a könyve az hét napban prezentálja, és leírja taszati módon, hogy mit, hogy milyen módon teremtett a teremtő Isten, az csak képiesség. Az példázza azt, hogy milyen módon, hogyan. Mert bizonyára nem hét napban teremtette meg a teremtő Isten az életet, hanem, hanem nagyon-nagyon sok-sok időben és nem mérhető módon teremtette meg, de valaminek el kellett indítania azt a teremtést. Ezt hívja az iszatelész első mozgatlan a mozgatónak. Amikor a golyót valaki el, megindítja, elengedi, és ha? a golyó pedig megy, uh -huh. és alkot. Roland, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és meséltél az életedről, illetve ugye az ókatolikus vallás általatok képviselt részéről. Kívánom, hogy kevés hasonló probléma legyen, mint az elmúlt héten volt. Kevés De, hasonló. Az hmm. de bírod is látom, tehát, hogy ezzel nincsen baj, nem, nem szakadsz össze a, a, nem tudom, piszkálások alatt, hogyha ezt jól látom rajtad. Figyelj, Fé 2010, amikor az első újságcikk megjelent, az olamai vagyok, akkor megfogadtam azt, hogy semmilyen kommentet nem olvasok el. És nem azért nem olvasom el, mert, hogy, mert az én életem, meg az én boldogságom, meg az én az igazságot elmondtam, az igazság birtokában tudásának a birtokában vagyunk, vagy van az egyház. Ennyi. Oké. Okay. Sok sikert kívánok a, a közösségépítéshez. Sok hívőt kívánok, mert szerintem nagyon értető, közérthető és abszolút befogadható, hogy ti vélekedtek a, a világról, Istenről és a hitről. Úgyhogy, ugye kívánom, hogy tényleg a sok hívő legyen nálatok. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt voltál. Ha tetszett a beszélgetés, akkor lájkold a videót, illetve iratkozz fel a csatornára, nyom rá a csengő ikonra, hogy a szóljon, hogyha új videó érkezik. Nézd meg a korábbi videókat, azokhoz is szólj hozzá, lájkold őket, és hogyha ezek után még van kedved, akkor kövess a különböző social media platformokon, például az Instagramon.